naponta, hétközben szoktunk 60-70 adag melegétet megfőzni a szegények számára. Ebből hát körülbelül 40 adagot itosztanak szét, a többit meg hazaviszik az otthon fekvő magányos embereknek. Aránylag, hogyha arra gondolunk, hogy magyarokat etetünk-e meg, ez, tehát azt mondhatom, hogy ilyen 30%-ban vannak magyarok köztük, tehát nem tekintünk se vallásra, se nemzetiségre, mindenki, aki rászul, azokat megetetjük. Vannak olyanok, akik csak havonta egyszer betérnek hozzánk, de vannak nagyon állandó látogatóink, akik évek óta ide járnak hozzánk, és ez nagyon nagy segítség számukra abban is, hogy például ők nem tudják megfőzni otthon az ételt, vagy nem jut nekik a nyugdíjból, mert a rezsire költik el, már hogyha nincsen adósságuk, és ha egyáltalán ne, a gázszolgáltató vagy a villanyszolgáltató nem zárta le a gázt vagy a villanyt. Minden egyes emberről lehet valamit elmondani, tehát ezek kész sztorik, könyveket lehet róluk írni, hogy miért jár ide, miért magányos, és például ha beteg, akkor gyógyszert kell pont neki, most megbetegedett és nincs gyógyszerre pénze, akkor gyógyszert kell neki vásárolni, vagy eljön és azt mondja, hogy itt a tél, és akkor nem tudom, hogy fogok melegedni. Ilyenkor vagy tűzifával, vagy a rezsijüket ki szoktuk fizetni, hogy ne veszélyeztessük a gáz biztosítását nekik, a fűtést. Van lehetőségük megfürödni, és arra is van lehetőség, hogy kimossuk a ruhájukat. És ilyenkor egyszerűen leveszik magukról a piszkos ruhát, és egyszerűen kénytelenek vagyunk kidobni, mert vannak utca emberek, akik az utcán vagy pincékben laknak, ilyenek is vannak. Állandóan jelleggel felszoktuk öltöztetni őket, mert külön működik egy ruharaktárunk, ahol kedden és csütörtökön van a ruhaosztás, és abból ugye mindig ki tudunk nekik válogatni ruhát, és felöltöztetjük rendszeresen. Van, amikor egyszerűen eljön egy néni, és azt mondja, kész. Egyszerűen nem tudom, hogy holnap miből vásárolja a kenyeret, és ilyenkor felszoktuk vásárolni nekik egy ilyen egy hétre valónyi élelmiszert, amit ő el tudja készíteni otthon magának, de egyszerűen pénze nincs rá. Fontos tudni azt is, hogy a Munkácsi Szent Erzsébet Karitászt is, az ingyen konyhát, meg több kárpátaljai ingyen konyhát a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatja. A Munkácsit azt mondhatom, hogy 20 éve. Tehát csak ebből ki tudjuk fizetni az ingyen konyhának a rezsiköltségét és az élelmiszerét. Azt is fontos tudni, hogy az ingyen konyhánkon napi műszakbeosztásban dolgoznak a szakásnők, az asszonyok, akik általában nyugdíjas, fiatal nyugdíjasok vagy idős nyugdíjasok, akik teljesen önkéntes munkával dolgoznak. Tehát fizetséget nem kapnak érte, ezért hetente egy napot arra szánnak, hogy eljönnek délelőtt 8-tól és délután 2-ig megfőzik, és kiszolgálják a szegényeket, és kitakarítják ugye a konyhát is, már ez is benne van. Külföldi segítségek, elsősorban mondom a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány, ami budapesti székhelyű alapítvány. Szoktunk pályázni a Bethlen Gábor Alapítványhoz is, igény szerint. Most például az idén pelenkára is, eldobható felnőtt pelenkára is pályáztunk, ami az is egy hatalmas segítség a rászorulókra, akik ezt igénylik. Mert például egy havi nyugdíjból maximum 2 csomag pelenkát tud magának megvásárolni, és több semmit. Tehát hol a rezsi, és hol az étel számára. Nem beszélve más problémákról. Akkor az ingyen konyhának az élelmiszer ellátására, akkor a Munkácsi Karitász fenntartására is szoktunk pályázni. És ugye ezek magyarországi alapítványok. Rendszeresen orvosságtámogatást kapunk a dr. Lehel István doktor úrnak, ő Biatorbágyi doktor úr, aki minden hónapban eljött, és ingyenes rendelést szokott elvégezni, ahova ugye irányítjuk a munkácsi szegényeket,
akik nem tudják az itteni egészségügyi ellátást maguknak biztosítani.